Pestőjének semmiképpen nem mondható a Csepelt és Pesterzsébetet összekötő Gubacsi híd és környéke. A legnagyobb gond mégsem a látvány így április elején. Sokkal inkább a mostoha időjárás nehezíti a kajakozók életét. Köztük a Vasas csapatáit is, hiszen Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványai itt készülnek átmenetileg. Túl nagy meglepetést nem értünk, mert hallottuk ismerősöktől, rokonoktól, meg láttuk a hírekben is, hogy milyen állapotok uralkodnak itt Magyarországon. Sajnos Szeviában sem volt túl jó időnk, jobbra számítottunk. Egy hónap alatt körülbelül volt öt napunk, amikor tényleg igazából sütött a nap, és jó volt a közérzetünk is, de az összes többi nap sajnos borongós, esős idő volt, de hát ez még annál is rosszabb. Anorákot, sapkát kellett húzni, evezős kesztyűt, és meg ebben is fáztunk. A vízminőség nekem tetszett abban, hogy nem volt ilyen hullámos, nem lötyögött annyira, mint kint Spanyolországban, viszont sokkal hidegebb volt, és ez mindenképp más érzést ad a kajakozásnak. A szabadtéri edzést konditermi erősítés követte a Kolonics Györgyről elnevezett vízisportcentrumban. Az olimpiai ezüstérmes 4-es teljes létszámban emelgette a súlyokat, hiszen itt volt a vasasos versenyzőkön kívül Kammerer Zoltán is. A kvartett már Sevillában is együtt készült, ahol komoly munka zajlott. Sevilla nagyon hasznosan telt, sokat tudtunk evezni, edzeni. Bár az utóbbi évekhez képest azért rosszabb idő volt, sokat esett az eső és fújt a szél, ami azért rontotta a társaságnak a kedvét, de azért meg tudtunk csinálni minden eltervezett feladatot. Az elmúlt 4 hétben minden nap eveztünk, minden nap vizen voltunk, szombat-vasárnap is, és hát úgy álltak fel az edzéseink, hogy délelőtt volt egy vízi edzés, délután szintén egy vízi edzés, és akkor egyik nap délután kondi edzés volt, a másik nap pedig futás, és ezek váltották egymást. A következő állomás pedig Szolnok lesz, ahol hosszúnak tűnő heteket fognak együtt tölteni a sportolók. Én nagyon szeretek Szolnokon lenni, mert egy igazán jó kis edzés központ van ott, és nagyon jól lehet edzeni. Nagyon szép hely. Viszont amit mondtál, azt sajnáljuk, hogy megint távol leszünk a szeretteinktől, de szerencsére azért hétvégén hazamegyünk, és így sokkal jobb, mint hogyha egy hónapig folyamatosan táboroznánk. Ugye a legnagyobb hangsúlyt nyilván a vízjegyzések kapják, és akkor meg kell, hogy legyen mellette a kiegészítés, a futás, ami a keringést, állóképességet javítja, szinten tartja, valamint az erőfejlesztés is nagyon fontos a mi sportágunkban. Úgy érzem, hogy nagyon jól megvagyunk, és tényleg egy hónapot is minden zökken nélkül eltöltünk egymás társaságában, úgyhogy nagyon jó hangulatban telnek az edzések. Az pedig, hogy milyen lesz a hangulat a versenyeken, először a májusi világkupán fog kiderülni.